Ja, szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Én nemrég ébredtem fel, komolyan mondom, egy okosan egy órája, egy csak megreggeliztem, játszottunk egy kicsit ugye a Davis-szel. Kint csoda szépen süt a nap. Mutatom neked, látod, egy pár felhő van az égen, nagyon szép az időnk, és ma sok minden fogunk csinálni, legalábbis azt hiszem, hogy tervezek pár dolgot, például az, hogy le fogom vágni a füvet, ugyanis nagyon jó az idő, nem esik az eső, és rettető hosszú. Amúgy meleg van, egész éjszaka meleg volt, azért nincs rajtam, látod, felső, alsó van rajtam, na milyen, felső nincs rajtam, mert meleg volt egész éjszaka, na, ráléptem az autóra. Úgyhogy azt fogjuk megcsinálni. Mit csinálni? Levágni a füvet. Na, aztán valószínűleg el fogunk menni jetskizni. Aztán valószínűleg el fogunk menni megnézni egy hajót, legalábbis megpróbálok, ugyanis találtam egy hajót. Képzeld el, ugye én szeretek hajót nézni, venni, eladni, hasonló dolgokat, és ez a hajó, mutatok róla egy képet. Ilyen vitorlás hajó, itt áll kint a vizen. Legalábbis az van írva a leírásba. Úgyhogy fel fogom hívni ezt az illetőt, és megpróbálok elmenni megnézni, hogy miért, azért, mert nagyon jó ára van, képzeld el. Mondok árakat, ugyanis a múltkor ígértem nektek, hogy mondok árakat. Egy ilyen hajó, hogyha jó állapot van, ugye attól függ, hogy hány éves, meg milyen idős. Ez egész pontosan nem tudom, hogy hány éves, de tudom, hogy kell rajta egy pár dolgot megcsinálni, ugye meg kell egy pár dolgot fixálni, csinálni rajta. Mindegy, körülbelül egy ilyen hajó olyan 6 és 8 ezer dollár között van. Mire léptem rá? A fenébe. Mi ez? Halacskára, látod, csak hiányzik a fele. Mivel ezt ugye egy pár dolgot meg kell csinálni, amit leírt a leírásra és meg kell csinálni, én azt mondom, hogy körülbelül olyan 5 ezer dollárt ér, én azt mondom. Maximum 4-et, hogyha nagyon rossz állapot van, és az illető nem többért, mint 2000 dollárért akarja eladni, képzeld el, amivel még lehet alkudni. Tehát, hogyha még nem adta el, ugyanis ezt tegnap rakta fel az internetre eladásra, akkor én elmegyek és megnézem, és hogyha úgy van, akkor lehet, hogy meg is veszük. Úgyhogy mielőtt akármit is csinálunk, én most gyorsan felhívom, én túl korán nem akartam ugye hívni, meg füvet vágni se, mert a szomszédokat lehet, hogy zavarná, bár... Olyan túlkora, most már nincsen, 9 óra 60. Na, úgyhogy húzom a telefonomat, nem húzom, hanem kiveszem a zsebemből. Ide, látod? Hova menjünk? Valahol nagyon. A Davis az ott, látod? Ott nézi a tévét, a feleségem bent van ott a zuhanyzóba, a Lukasz meg a számítógépen, hogy megijesztettük, mi? Na minden? Úgyhogy, ide lerakom a kamerát, megkeressük ezt a hajót, és felhívjuk. Az egész beszélgetést nem hiszem, hogy bele fogom tenni ide a videóba, ugyanis lehet, hogy unalmas lenne, meg lehet, hogy sokan nem értenétek, és nem akarok feliratozni. Yeah, hi, my name is Thomas, I'm calling about your board for the advertising on Gumtree. Felhívtuk! Azt mondta az illető, meg lehet nézni, de nem ma, lehet, hogy nem is holnap, ugyanis nincs itt a Gold Coaston. Elment Brisbane-be, ugyanis vásárol egy másik hajót, és azért akarja ezt ilyen gyorsan, olcsón eladni. Azt mondta, amint visszajön, fel fog engem hívni. Valószínű, hogy mi a helyzet? A mami bent van ott a zuhanyzóba, hova mész? A másik oldalra. Na minden? Azt mondta, hogy fel fog hívni. Igen, mondja, mi a helyzet? Mami! A mami ott arra felé van. Ott, arra. Látod? Menjél arra. Amint visszajön, fel fog hívni. Azt mondta, pár napon belül vissza fog érni, csak vásárol valami hajót, és ide akarja hozatni, meg el kell intézni papírokat. Na minden, az lényeg, hogy azért akar eladni. Azt mondta, pár most már hívták, amire ugye nem is csodálkozok, még nincs eladva, mert szerencsére nem volt itt, úgyhogy valószínűleg is el fog tudni elni, megnézni. De itt áll kint nem messze, ugye mondtam, hogy itt áll kint nem messze mi tőlünk, amire szoktam jetskizni, és el lehet menni megnézni. Legalábbis nem mondta, hogy el lehet menni megnézni, de ha ott áll, akkor el tudok menni megnézni. Úgyhogy, nem más fogunk csinálni, mi el fogunk menni hajót keresni. Mutatom a fényképet, még egyszer mutatom a fényképet, tehát ezt a hajót fogjuk keresni. Remélem, hogy meg fogjuk találni. Nagyjából megmondta, hogy hol áll, végülis úgy mondta, hogy melyik sziget körül áll, mert mondta, hogy ide van rakva, ott áll. Ugye utánfutó nincs hozzá, tehát el kell vinni, minden hét naponta arrébb kell vinni. És na minden, megnézzük, hogy milyen állapot van, és hogyha jó, és úgy van, akkor talán megnézzük közelebbről is, és hogyha minden jól megy, talán meg is fogjuk tudni venni. Amúgy azt mondta, hogy ő rajta lakik. Képzeld el. Bár most biztos, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, hogy azt mondta 23 fut, ami hány méter? A 7-8 méter körül, nem? Na minden. Úgyhogy húzok egy fölsőt, kicsit megmosom a szememet, mert lehet, hogy egy kicsit csipás, azért nem látok, vagy rossz a szemem. Na minden. Úgyhogy húzunk egy fölsőt, és elmegyünk, levágjuk a füvet. Te mit csinálsz? Fogad mosol? Gyönyörű? Mó, mó, mó. Mó, mó, mó.
Na minden, az a baj, hogy a fogkrémet csak megeszi a Davis, ilyen mossa a fogát, meg közben megnyalja, meg megeszi az egészet. Na minden, úgyhogy mit csinálunk? Kilépünk ebből, amúgy tudtátok, hogy visszajött, vagy voltátok, vagy egyáltalán tudtátok, nem a Pingvin. Mi az a sorozat? Az a Stranger Things, na várjál. Ez, látod, a második évad visszajött. Volt ez nálatok, vagy ismeritek ezt a sorozatot? Van ugye ez a négy vagy három gyerek, négy, ott a képen négy, és már nem is tudom, hogy miről szólt. Na mindegy, azt tudom, hogy jó sorozat volt, legalábbis annak idején szerettem nézni, tavaly mikor volt, és most kijött a második évad. Mutatom még egyszer, látjátok? Na mindegy. Úgyhogy majd nekiállunk ezt is nézni, na ide lerakjuk a timeline-tot, aztán tényleg felöltözök és megyünk. Az a baj, hogy elfelejtettem, hogy mivel megy a fűnyírom, képzeld el. Mármint tudom, hogy benzinnel megy, csak azt nem tudom, hogy keverékkel, vagy pedig rendes benzinnel. És hogyha rosszat töltünk bele, akkor meg fog állni. Honnét lehet megtudni, hogy milyen benzinnel megy egy fűnyíró? Komolyan mondom, rá van írva valahova? Ugye rá kell jönnünk, ugyanis nincsen benne benzin, és múltkor már nézegettem, egyszerűen nem tudok rájönni. Úgyhogy vagy lesz egy fűnyírom, vagy volt egy fűnyírom. Vagy megmarad a fűnyírom. Na ugye, úgyhogy ezt még ki kell találnunk. Na, húzom a gatyámat, ugyanis át kell öltözni, mert rendes gatya, látod, ilyen rendes gatya van rajtam, és nem akarom, hogy füves legyen. Na ugye, menjünk. Elöltöztem, ahogy látják, felvettem a csaptát szemeget, meg fölsőt, meg átcseréltem a gatyámat is, látod, ilyen munkásra. Meg húztam munkázóknit is, meg cipőt. Na ugye, mivel mehet a benzin? A benzin. A fűnyíró. Milyen benzin? Nem mutatom nektek. Az a baj, hogy nem tudtok élőbe válaszolni, és mire ezt a videót látjátok, addigról már vagy nem működik a fűnyíró, vagy levágtam a füvet. Mutatom. Látjátok? Ez a fűnyíró. Találjuk ki gyorsan, közösen. Biztos, hogy nincs ráírva, hogy 2 ütemű vagy 4 ütemű. Ugye? De megszagoljuk a benzint. Hogyha megszagoljuk, akkor lehet, hogy valamit érzünk. Az a baj, hogy én nem érzek semmit sem. Itt a benzinsapka. Látod? Én azt mondom, hogy ez nem keverik. És nem érzem benne az olajat. Hogy azt egyáltalán lehet érezni. Meg lehet, hogy beszélek hülyeséget. Na minden, megszagoljuk a keveréket. Ugyanis ez a keverék, látod? Hogyha ugyanolyan a szaga, mi az illata, a benzinek szaga van, vagy illata. Nem tudom, na minden. Ennek más. Én azt mondom, hogy ez keverék. Én nem érzek nagyon szagokat, kivéve, hogyha erős a szag. És a benzinek mondjuk érzem a szagát. Én azt mondom, hogy ez tudom, hogy ez keverék. Ugyanis ez ide van rakva, ami keveréket kellett volna nézni. Ki kell dobni. Na mi legyen? Mivel próbálkozunk, keverékkel vagy ne keverékkel? Próbálkozunk ne keverékkel, én azt mondom. Aztán majd kiderül. Hogyha nem, akkor volt egy fűnyírom. Hogyha működik, nagyon remélek. Ugyanis ugye az a baj, hozom a benzin közben, itt van, a jetskibe vettem, amúgy hogy elkezdem és megáll, akkor a füvet se fogom tudni lenyírni, fűnyírom se lesz, és akkor rettentő mérges leszek. Te, na mindegy. Pedig még nem állt meg. Úgyhogy most leviszem oda is a fűnyírót oda alulra, aztán lenyírom a felső felét. Na, menjünk! Végeztem! Nem keverékkel megy a fűnyíró, rájöttem. Egy kicsit elfáradtam. Rendes benzinne, ugye szerencsénk volt, azt hittem meg fog állni fél úton, ugyanis ott lent, ott azon a részen, mert kicsit nagyobb a főút elkezdett kerregni, de aztán rájöttem, hogy azért, mert ugye alacsonyra volt állítva, és meg akartak kicsit állni, nem a benzin miatt. Na ugye, lenyírtam a füvet, úgyhogy a helyamat most szerintem nem vágom le, ugyanis nem lesz rá időm, lassan 11 óra van, képzeld el, úgyhogy
aztán lemegy gyorsan, lezvonzó vagy valami, és megyünk hajót nézni. Nem is nézni, keresni. Először megkeressük, aztán megnézzük, hogyha megtaláljuk. A fénykép, megpróbálom berakni a fejembe, hogy próbáljak emlékezni, hogy néz ki. Jön velem a Lukasz is valószínű, és én most iszok egyet, mert rettentő szomjas vagyok. Amúgy ilyen szép lett, látod? Ilyen szépen le lett várva. Az egész kivéve a sarkok, ugye azt nem tudom, mert nincsen ilyen szegélyvágom, hogy azt is keresek egyet valahol. Az elejét is levágtam, hogy az oldalát. Te. Az a jó. Még nincs az a nagy meleg, ugyanis hogyha nagy meleg lesz, akkor még rosszabb lesz. Főleg ilyen táj, ugye ilyen 11 óra körül. Azt hittem kizártuk, de nem. Helyzet, kész vagy? Én kész vagyok. Rendben van, én is készülődök. Épp, hogy csak levitettem magamat, ugyanis nem zanyasztam le teljesen, utána gondolkoztam, hogyha lezvonzom a hajamat, pedig lerakjuk a kamerát, akkor tiszta víz lesz, és nem akarom, hogy ugye megfázzon a fejem, vagy valami, úgyhogy csak lemostam magamat. Na minek? Aztán közben beszélgettem anyukámmal, csak húzom a fölsőmet, vagy a ruhámat. És képzeld el, azt mondta, hogy vigyázzatok, hogyha mentek jetskizni, mert tegnap nem volt a hírekben, hogy itten, ott azon a déli részén, itt a Golkoszton, volt egy cápa a vízbe, és a kajakból kiarapott egy ilyen kis darabot, vagy nagy darabot. Úgyhogy nagyon vigyázzatok, nagy belesetek. Ugye előfordul, szoktam mondani, hogy vannak cápák, ugye mi nálunk, ugye tegnap is volt egy kisebb darabot kiarapott a kajakból, senki nem halt meg, senkinek a lábát nem harapta le, hogyha belesel a vízbe, beléd haraphat. De az nem azt jelenti, hogy beléd is fog. Ez ugyanolyan, amikor elmész autóval valóban vezetni, és vigyázzál, mert valaki karambolozott ugye egy órával ezelőtt, nem tudom hol. Ugye nagyon sok ilyen van. Tehát több ember szenved autóbalesetet, mint mondjuk a cápa learapja a lábadat, vagy a hasadat, vagy akármidet. Előfordul. Előfordul, de az nem azt jelenti, hogy ugye téged is meg fog enni a cápa, de vigyázni kell. Ugye sosem lehet tudni, hogy mi van a vízbe. És na mindegy, na mit mondjak, előfordul. Mi azért elmegyünk. És nézzünk, amúgy delfineket mostanában sokszor lehet látni, jönnek felfelé, amikor is láttunk egyet, de nem tudtam lefilmezni, mert nem volt nálam ugye a GoPro, meg GoPro nincs. Mindegy, ezt a kamerát azért elviszem magammal, csak húzom a gatyámat is, ami van rajtam gatya, ilyen egyberészes, látod? És ha megtaláljuk a hajót, akkor lefilmezem. És megnézzük, hogy milyen, én rettentő izgatott vagyok, bár nekem lesz egy olyan érzésem, hogy vagy rossz állapotban van, ha jó állapotban van, akkor meg... Nem tudom, lehet, hogy nem én leszek az első, aki meg tudja nézni, és már el lesz adva, mire oda tudok menni. Nem tudom mikor. Valószínű, azt mondta, hogy a héten, vagy jövő héten, milyen nap van ma? Szerintem a jövő hetet akart mondani. Na minden, úgyhogy húzzuk a jetskit, megtöltjük benzinnel, és hogyha kiérünk a vízre, megkeressük ezt a hajót. Na, megtaláltuk a hajót. Itt van. Ugye, Lukasz? Azt hiszük, hogy ez az. Sok mindent nem látunk a kamerán, de... Egy kicsit kell rajt dolgozni, ahogy látjátok, de nem tudom. Én azt mondom, hogy megnézzük majd közelebbről is, mit szólsz hozzá. Na, akkor megyünk tovább, megyünk egy kört, megnézzük erről az oldalról is. Ha? Nem olyan túl rossz, nem? Kicsit le kell festeni, az biztos. Na, menjünk. Megálltunk egyet itt a szigeten. Mi csinálsz? Megijedtél? Te! Megnéztük ezt a hajót, nem tudom, mennyire láttátok, vagy nem próbáltam filmezni a jetskin. És van rajt munka, nem mondom, hogy nincs rajt munka. De szerintem nem néz olyan rosszul ki, nem? Mit gondoltok? Ide videó alá írjátok meg, hogyha gondoljátok. Olyan túl sokat ugye nem látunk rajta. Itt most küldtek egy SMS-t nekem, ugye az vagyos, azt mondta, hogy holnap olyan délbe otthon lesz. Mármint a hajó, mert ott lakik. És amúgy elég pici az a hajó azon lakni, na ugye, ő azon lakik, és azt mondta, hogy akarok elmentek megnézni, én azt mondom, hogy át fogok menni holnap olyan délkül megnézni, csak ugye nem esik az eső, és meglátjuk, tehát nagyon jó ára van neki, hogy erről még le is tudok alkudni, és nem olyan sok mindent kell ugye megcsinálni, akkor szerintem nem rossz. Elsüllyedni nem is, hogy elfog, mert most is a vízem van, de sose lehet tudni. Na várjál, mi a helyzet? Víz, mi a helyzet? Rugod a vizet? Hogy itt álltunk meg, onnét jöttünk szemből, nem a kamerára te, ez nem a GoPro. És körbenézünk itt. Mi? Lukasz, mit nézünk meg? Az italt? A kólámat ki kéne venni. Na, várja. Mit? Ja, dobáljad a vizedet. Aha, bum. Ma volt víz, nincs víz. Amúgy itt vannak ilyen valabik, kengurus állatok, ugye. De most egyet se látok, és rettentő sokan vannak a vizen ma. Mindenfelé. Ugye jó az idő. És kijönnek hajózni, jetskizni, horgászni, rettentő sokan vannak ott azon a kajakos részen, azon a részen ott kajakoznak. Mit?
nem csináltam, fölmegy a mit? Na hogyan ment? Fölment, aztán leesett. Bum. Úgy. Gyönyörű. Na, bele a homok a szemembe, te. Na mindegy. Adok egyet, iszünk egyet, és menjünk tovább valamerre. Lehet, hogy megállunk. Lehet, hogy meg fognak belesni a vízbe. Ugyanis meleg, főleg ilyen jackibe, meg gumiruhába, meg mindenbe. Hozom a kólámat, úgyhogy sétálunk egyet. Hozom még egyet a vízzel, hogy itt lehet kempingezni. A túloldalatot kempingeznek. De mégis ez egy ilyen sziget, hogy arra elsétálunk, kérünk az óceánhoz. Mit? Na, hogy így ábból, te! Mögöttem meg ugye, onnét jöttünk. Még az is óceánvíz, csak nem a nyílt, hanem ilyen bent, ilyen öblös rész. Mutatom amúgy, hogy hol vagyunk. Sok minden itt nincs. Valaki valamit végighúzott, az biztos. Valaki ott sétál valami táskával. Ide ugye csak úgy tudsz átjönni, hogyha van egy csónakod. Vagy hátúszol erre a szigetre. Amúgy át szoktak jönni autóval is. Valahogy át lehet hozni az autót. Valószínűleg egy kompa, mert itt nincs. És itt lehet menni. Aztán mi más van itt még? Gondolom egy pár kígyó. Nézzük meg azt a fodarabot, ez ilyen érdekes fák. Látod? Ilyen szép fehér. Itt van a csoki ital. A csoki ital, gyönyörű a csoki italod. Homokos italod. És az a baj, nincs itt a kuka. Hova fogjuk dobni az üvegedet? Cipelhetjük vissza. Na nézd, milyen szép fodarab. Fehér. Látod? Mit? Mit csinálsz? Kell homokban. Ja. Na mindegy. Megiszom az italomat, aztán menjünk valószínűleg tovább. Nézd, ott elluk. Tudni van abban, lehet, hogy kígyó. Sose lehet tudni. Ha nem rakjuk oda be a kezünket. Van kígyó bent? Van. Ne menj közel hozzá. Hallod? Maradjál, ne öntsél rá semmit, mert kijön, aztán rádugrik és megesz. Na gyere. Na, menjünk. Hozzáérkeztünk, le is zuhanyoztam közben. Davis aludt egyet, mi helyzet? Nemrég ébredt fel. És most valószínűleg meg fogunk ebédelni. Mi? Megint akarsz filmezni? Te, a hajomat nem vágtam el, mindig valószínűleg majd csak holnap. És, jaj! Ha minden igaz, holnap meg fogom tudni nézni azt a hajót. Aztán majd kiderül, hogy milyen belülről. És kívülről nagyjából most már láttuk, mit csinál a Superman? Daddy! Ja, Daddy. Úgyhogy Daddy! Mi? Én ezt a mai videót itt most lassan befejezem, hogy most csinál, semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Meg fogunk ugye ebédelni, inkább ilyen késői ebéd. Aztán lehet, hogy átjönnek a szüleim, vagy mi megyünk át, ma meglátjuk. És a videót nem fogom olyan túl hosszúra, ugye. A mai videó lehet, hogy egy kicsit hosszabbra sikerült, közben kaptam nézdokni. Na mindegy, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék venni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!